mutassak be nektek egy játékot, ami annyira botrányos, annyira szar, egy játék, ami az emberiség szégyene. Viktor születésnapjára vásároltam, és hogy melyik az? Hát ez az a játék! 5 perc játék után azonnal szólni akartam Viktornak, de sajnos nyaralni ment, úgyhogy nem volt más választásom. Muszáj volt utána mennem! Hát, születésnapodra vettem neked egy játékot, és meg kell nézned! Micsoda? Ezt a játékot mindenkinek látnia kell! Detlev, most nyaralok! Kérek rá mindenféle hiper-szuper csodajátékokat foglak! De ez a legtöbb háborús játék! Hehe! A világ legjobb háborús és csodajátéka! Azt mondod? A legtöbb háborús és csodajáték? Nem mondod komolyan. Várj, kitalálom. Pétbjörk a Nation Under Fire második része. Nem. Nem, bizony. Ez a játék a világ legtöbb háborús és csatajátéka. Haza jöttem mutatni. Nos, Detlev, intézd nekem egy magárepülőt 15.00-ra. Ja, és legyen rajta notebook is internet csatlakozással. Igen, már is rögtön! Limuzin parancsolsz a repülőtérre? Nem szükséges. Oké! És kérhetek tőled egy cigarettát? Persze. Üdvözlök mindenkit! A mai áldozat a Power of Destruction nevű játék lesz, ami a borító szerint a legfantasztikusabb háborús és csatajáték. Hú, már alig várom, hogy játszhassak vele, de tartsuk be a sorrendet, nézzük a hátsó borítót. Arról szól a játék, hogy a németek nyerték meg a második világháborút, az egész világ a náciké, és nekem, mint az egyik lázadó német katonának, le kell győznöm őket, hogy megmentsem a világot és hős legyek. Igen, nekünk a játék szórakoztató Operation Wolf-féle játékmenetet, fejlesztett háromdimenziós technológiát és jó játékmenetet. Hát aki a hátsó borítót írta, az nem volt jóban az angol névelőkkel, meg kell hagyni. Hát kezdetnek nézzünk fel az alkotók honlapjára mondjuk. Honlap nem található. Hát itt már kezdtem elbizonytalanodni. Jó, nem köntörfázok tovább. Ennél elfuseráltabb, ennél rosszabb, ennél nyomorékabb játékot nem láttam még soha. Ennél borzalmasabb játék nincs az egész univerzumba. Úgyhogy mind Freddy D, mind az összes ilyen rossz PC játék videókészítő lehúzhatja ezután a rolót, mert ennél pocsékabb, rosszabb játék nem létezik az egész univerzumba. Tudom, hogy ezt már nagyon sokszor mondtam, de ezúttal komolyan is gondolom. Majd meglátjátok. Hát nézzük ezt a borítót, nem tudom mi ez a zombi fej itt rajta. Szerintem ez nem a főhős.
Telepítés után aztán láttam, ez a játék annyira kelleti magát, mindenhová nagy betűkkel írja be magát, hogy minél hamarabb játszhassunk vele. Esküszöm, hogy nem én írtam át ezeket. Indítás előtt kicsit szétnéztem a játék mappájában is, tele van fájlokkal, külön mappákkal, modellekkel, grafikákkal. Eszembe nem jutott volna, hogy ez egy ekkora rakás szar. Nem hazudok nektek, ez a játék, ez sokkal, de sokkal rosszabb, mint a Big Rigs Over the Road, a Patriots, a Nation Under Fire és az Airball együttvéve. Láttátok a fantasztikus bevezetőt, itt a főmenü. Nézzük, ennyi választási lehetőség van. Lássuk a készítőket, egy csomó olasz. Szól a zene, a kedvencem Heavy Troopers, szeretem. Pontszámlista. Szóval ez is ilyen pontozós fajta játék lesz. Ajjaj. Oké, lássuk a beállításokat. Rendben van. Világosság. Képernyőméret. Hát ez a két alsó, ez nem tudom, hogy mi a fene. Ez nekem teljesen kínai volt, ez a két alsó beállítás. Gyakorlatilag ki sem nagyon tudom mondani. Post-processing. Nem tudom, hogy ez mit akar jelenteni. Főleg a legalsóval nem vagyok tisztába. Jó, mindegy. Nézzük a hangot. Jól van, hát... itt sincs túl sok lehetőség. És akkor most jöjjön a billentyű beállítás. Úgyni. Oké. Első fajta tüzelés, második fajta tüzelés. Crunch. Jó, erre még visszatérek. Mozgás előre, mozgás hátra, mozgás jobbra, mozgás balra. Következő fegyver, előző fegyver. Oké. Na hát. Hol vannak itt a nyílbillentyűk? Hát ilyen nem létezik. Nem lehet nyílbillentyűket betenni mozgásnak? Miféle nyomorékjáték ez? Visszamegyünk 1992-be, amikor betűkkel kell mozogni jobbra-balra. Milyen ótvar dolog már ez, egy játékban nem lehet beállítani nyílbillentyűket mozgásnak? Nem, kérem szépen, betűkkel lehet mozogni, vagy ha úgy tetszik, számokkal. Varázslatos játék, ezt már most megmondom nektek, gyerekek. Annyira fogjátok élvezni, amennyire én nem élveztem. De majd meglátjátok, jó. Akkor állítsunk be betűket mozgás. Tehát ezt nem bírtam megállni röhögés nélkül, ne haragudjatok. Rendben, akkor betűkkel fogok mozogni a játékba. Hogy ez a crunch az micsoda, hát azt nem tudom, beállítottam a space-t, tehát a szóközt neki. A többivel igazából rendben vagyok. Következő fegyver, előző fegyver. Hát így az irányításokból levettem, hogy nem lesz valami csúcskategóriás játék, összesen ennyiféle beállítás van. Jól van. Oké, tudom, hogy az első videó nagy részét elvette az ökörködésem, de kellett ez, egy ilyen játékhoz muszáj volt ilyen bevezetőt készíteni. És ez még csak a legelső rész volt. Nem soká jön a folytatás.